hogy nem vagyok szolgálatban! Sziasztok, Zaglóban vagyok, ez pedig itt nem más, mint az Attila Medieval Kingdoms 1212 Anno Domini nevezetű módnak a magyar kampánya, amiben továbbra is vannak furcsaságok, mégpedig az, hogy továbbra sem értem, hogy a civil fejlesztési fát miért kellett vanillá hagyni, a katonait meg miért kellett a négyszeresre húzni, ha már 4 kör per év. Na mindegy, ezek ilyen apró bakúrások. Nincsen tökéletes módpak, erre felhívnám a figyelmet, hogy mindig lesz valami, ami nem tetszik, hogyha összeállítasz egy módpakot, Demon cimborám tudna erről mesélni. Elég sok módpakot okáltunk a világra együtt, úgyhogy nagyjából azt tudom mondani, hogy soha nincsen egy tökéletes módpak, közel a tökéleteshez lévő módpakok vannak, de mindig van egy apró valami, akármi, egy kis játékelembeli, vagy egy kis grafikai, vagy egy kis feature, vagy tényleg bármi. Amit feltűnhet nektek az, hogy igazából a velenceieket elűztük a szövetséges területről, viszont itt azért történtek dolgok közben. A leglényegesebb dolog, ami történt, az, hogy végre egy taverna építése mellett határoztam el magam, hogy legalább egy kémünk legyen, mert bár nagyon rosszul állunk anyagilag, de amondó vagyok, hogy mivel elűztük innen, most ezt a területet csapdaként használtam. Több megoldás is szóba jött, egy teljes velencei sereget sikerült sajnos csak megsemmisítenem, de nem tudok átmenni támadásba, mert olyan erőfölénnyel kerülök szembe itt ezen a ponton. Ez egy állóháború jelenleg. Ezzel a két sereggel tartom fenn a rám zúdulni készülő velencei, illetve bizánci seregeket. És ugye sajnálatos módon, jó, itt azért látom közben a horvátok fosztogatják Velence területeit, de sajnos Szerbia, illetve Horvátországgal nem vagyok kisegítve semmilyen szinten, nem tűnnek erős szövetségesnek. Úgyhogy még azon is gondolkodtam, hogy megpróbálom azt megcsinálni, hogy úgy teszem rá a kezemet ezekre a városokra, hogy hagyom, hogy a velenceiek elfoglalják. De ez egy nagyon kétélű fegyver, mert pillanatok alatt gőzhengerbe mehet át. Bár ugye a Targovicét nem biztos, hogy el tudnák foglalni, bár ez egy nagyon gyatra és gyenge védősereg, ami jelenleg ebben a városban tanyázik. Tehát ez igazából egy városi milícia, amit kiegészítettem tényleg nagyon amatőr egységgel. A fő seregeim meg ugye részben zsoldosok alkotják, mert gyorsan kellett beavatkoznom, úgyhogy hatalmas pénzösszegeket emésztenek meg. Úgyhogy most tényleg azon gondolkodom, hogy hát vissza fölmegyünk Esztergomba, vagy Belgrád, nem tudom, és itt megpróbálunk egy nem zsoldos sereget, vagy egy zsoldosok nélküli sereget életre hívni. Igazából 3 zsoldosom van, nem fogyasztanak, és így utólag belegondolva nem fogyasztanak, talán a kun lovasok, akik nagy összeget igényelnek, de hát van is harcértékük bőven, úgyhogy őket azért megtartanám, csak az a baj, hogy nem jutok egyről a kettőre, bár nem nagyon pörög az idő, csak ugye közben itt még azt, nincsen governor, még azt kockáztatom pont Smirnába, egyszerű. Kálmán, megnézzük Kálmánt. Hát pont hadvezérnek való. Megnézzük Andrást. Ő jó lehet, jó, ki is nevezzük. Oké. Smirnába András neveztük ki. Viszont akkor neki kell adni új képesség, vagy új tárgyakat. Hát pont nem jó tárgyak vannak, de
semmi baj. Szerintem egy public order-t adjunk neki, így. Ugye ilyenkor a kíséret tagjai meghalnak, elvileg, ha jól emlékszem. Közben itt volt egy házasságkötés, Bertók kötött házasságot, ami... De nem fogadtuk el. Ja, tényleg nem fogadtuk el. Akkor csökkent volna a támogatottság. Most megpróbálom azt, hogy földolgozom egy-két családtagomnak a... Ezt most miért mutatja? Ja. Megpróbálom egy-két családtagomnak... Ez Governor? Tehát... Megpróbálom feldolgozni a befolyását, és... És a támogatottságot növelni, de ehhez tényleg az kell, hogy... Jó... Tehát jól átgondoljam a lépéseimet. Most főleg úgy, hogy itt egy hatalmas háború zajlik a délvidéken. Velence jönni fog, sereget gyűjt. Az a baj, hogyha egy sereget semmisítek csak meg, akkor ugye ezzel azt érem el, hogy az az egy sereg, a dánokkal még mindig háborúban állok, az az egy sereg, az ugye akkor elveszi, tehát megsemmisül, és akkor ugye visszahúzódik, és a félig feltöltött seregeit kezdi újra feltölteni. Tehát lényegében ugyanott leszek, ahol a part szakad, magyarul megmondva. Tehát, hogyha nem tudok egy harmadik ütőképes sereget lehívni, már pedig nehéz lesz, mert szerintem látjátok ti is, hogy azért ez egy padhelyzet erősen, mert ennek a városnak a helyőrsége azért már nem gyenge. Tehát ezt csak úgy megtámadni nem lehet. Főleg úgy, hogy ott állandóan állomásoztat két sereget mellette. Gondolkoztam azon is, hogy Niszt hagyom veszni, Belgrádba védekezek, tehát az a helyzet, hogy még az az eszmefuttatás jutott eszembe, vagy abba hagytam, közben meg kellett szakítanom itt a videót, és a horvát tengerparton gondoltam, hogy lemegyek, és ezeket az ellenséges városokat elfoglalom, de akkor olyan messzire szakadnék az utánpótlási vonalaimtól, hogy ezt is elvetettem. Úgyhogy, és innen meg ugye ezt a várost elfoglalva három tűz közé kerülnék. Tehát valamelyik szárnyról kellene ezt az egész támadás sorozatot végrehajtani. Egyelőre nem tudom, hogy melyik irány lenne a kifizetődő. Az biztos, hogy most egy kicsit hátrébb húzódom. És megpróbálom csapdába csalni újra a szerb seregeket. De most itt a határon kell maradnom. Úgyhogy itt letáborozunk, és meglátjuk, hogy erre mit reagálnak. Mit reagálnak ezek a csodálatos, hatalmas szerb seregek. Pannonia nem áll valami jól. Őt folyamatos a közrend csökkenés, de hát az adókat magasan kell tartani sajnos. Brandenburg erősödött meg, poroszok, de ők meg nem akarnak velünk semmiféle szerződést kötni. Gyanítom, hogy még támadni is fognak. A dánok meg nem tudom minek támadtak meg minket, mert semmi esélyük igazából. Folyamatosan nő a közhangulat. Bár 9 régiójuk van, úgyhogy valószínűleg eléggé erősek lehetnek. De ugye békét meg nem fognak kötni, majd egyszer csak megjelennek a partjaimon. Vagy a határaimon, bocsánat. De hát a dánok azok ilyenek. Itt egy erős dán királyság van, úgy látszik kibontakozóban. Szerintem maga a mód egyébként nincsen balanszolva. Inkább ilyen dominion érzésem van. Úgy látom, hogy itt eltávoztak a seregek. Most lehet, hogy most kellett volna éppen a tartományban maradni. Ugye itt nincs jelentősége, hogy melyik tartomány melyik város, mert minden tartomány egy város. Tehát... nincs ezzel gond, csak annyi, hogy most megint ősz jön, ami azt jelenti, hogy ez egy nehéz... Az mondjuk egy komoly fegyvertény, hogy ott elkezdte ostromolni. Akkor mégiscsak a horvát tengerparton kell majd itt vigészkednünk. Megnézzük, hogy egy sereg mit tudott kezdeni magával. Viszont az, hogy a kunokat fel kell oszlatni. Megpróbálom 19
19 egységes seregekkel véghez vinni. Ezt valami kis bevételre szert kell tennünk, mert ez a háború ez elemészt mindent. Ekkora seregeket fenntartani szinte felesleges. Na, bocsánat, hogy ezek nem túl izgalmas részek, de viszont, na igen, jönnek, jó. És most visszajöttek három sereggel. Annyit megér nekem a béke. Kíváncsi vagyok, hogy a Bizánc vagy Velence akar-e majd békét. Ez három hatalmas sereg egyébként. És pont most építettem le ugye két zsoldos egységet. Ugye ilyenkor eszébe jutott az embernek, hogy a gép csal, de hát ez 45 egység. Az egy 38-amhoz, plusz nincs helyőrségéhez mérve. Hát, nem lehet esélytelen, de... Most megint visszamenni. Pedig nincs más megoldás. Kicsit közelebb jövünk. Visszakozunk egy kicsit. Még mindig van esélyünk zsoldost felvenni, mert ugye ilyenkor visszaadja a zsoldost. Mind a kettőt. Hát ugye a harmadik sereg lenne a járható út. Megvan a taverna, csak nincs elég pénz. Nincs elég pénzem. Ügynököt lehívni szerintem. Ugye most már asszaszint is tudok. Hát le tudnám hívni, csak a pénzem elfogy. Jó, hívjuk le. Jó, egy kém az kell. Lehet, hogy majd a gyilkost is lehívjuk. Hát maradunk ennél az ügynök harcnál, úgy döntöttem. Közben ugye Nis városát teljesen átállítjuk a mi oldalunkra. Mármint vallás tekintetében. Az ortodox kereszténységről a római katolikusra. De ez megint olyan dolog, hogy szépség tapasz ebben a félelmetes háborúban, és elmennek. Ó, ez a baj, hogy állandóan ezt az erődítést nyomják, és nem tudok, egyszerűen nem hoztam jó döntést most az elmúlt 10 körben, hogy mindig ez a libikóka, nem is tudom, csiki-csuki, vagy minek hívják ezt, hogy egyszerűen a stratégiai pont beáll a helyére. Ez lehet, hogy itt egy sikeres ostrom lesz, bár... Három kör az. Mondjuk, hogy én itt fenntartanám ezeket a velencei seregeket. Na nézzük meg, hogy itt van a keresnivalónk. Közelebb jövünk. Ez még mindig három sereg itt. Aha, kevés már, nincs már szuplink. Ugye most van, hát azért csak csökkent. Jó, de még van. Viszont ennek a seregnek már nincs, úgyhogy... Ez az utolsó lehetőség, ez a nyár. Hogy valamit kezdjünk magunkkal. Ugye az utánpótlást is beraktam submódként, úgyhogy mindenképp oda kell erre figyelni. Nem tudom, itt milyen lehetőségei vannak egy kémnek. Csak ellenséges városra tudunk? Akkor menjünk. Ja, de az pénzbe kerül. Jó, akkor csak ide lépünk. Nagyon rég használtam az Attilába kémeket, el is felejtettem már milyen. Mindig elfelejtem, hogy itt fizetni kell a kém tevékenységért. Nem a mozgásért, hogy lássunk valamit, hanem azért, hogy a valós tevékenység is pénzbe kerül. Elmennek? Nem. Igen, na hát ez most... Ez kérdéses csata, mert hogyha nem jön ki a helyőrség, vissza fognak vonulni. És az a baj, ha visszavonulnak, akkor nem tudom őket megsemmisíteni. Tehát ez tényleg egy ilyen állandó sakk helyzet, de nézzétek meg, az fog történni, hogy én ezzel közelebb megyek, mondjuk ide. Ezzel ráütök, már vonul is el. És az a baj, hogy ezt játsszák. És ugye ennek a seregemnek nincsen már utánpótlása. De hogyha erre a seregre ütök... Hát már... Ja, és innen meg már kijön ez a város helyőrség.
Úgyhogy azt csináljuk, hogy ide lépünk. Megpróbáljuk a város helyőrséggel akkor együtt. Hát, jó. Szerintem ez bukovári. Mit gondoltok erről? Hát, hogyha elvesztem a kutyát, töltöm fel. Hát itt azt lehet, most itt ugye, ez vajon védelmi csata lehet? Hát, nézzük meg. Buktam már videóba csatát. Nem, ez egy mezei ütközet. Az jó lehet, mert a lovassággal hátulról szépen le tudom gyakni a számszerű jászokat, többi az meg megy magától, csak nem szabad hagyni. Az is lehet, hogy fölállok, aztán megpróbálom hagyni, hogy az AI elvéreztesse saját magát. Itt mindenképp hatalmas veszteségeket fogunk szenvedni, de talán nem akkorákat. Nem igazán akar betölteni a csata. Ennek a módnak nem szoktak ilyen gondjai lenni. Elképzelhető, hogy most van valami gigszer. Jó, ezt leállítom, és mire kimondtam volna, már be is töltött. Hát szerintem várunk, mert esőben nem szeretnék csatázni. Jó, ez már így mindjárt jobb. Oké. Hát nem is tudom. Nem is tudom. Nem tetszik egyébként, amit jelenleg látok. Ez mondjuk így jó lesz. Na nézzük. Az rendben van, de... Ó, és innen jönnek. Jó. Itt arra kell figyelni, hogy nehogy ezt a parancsot adjátok ki, nagyon könnyen össze lehet keverni. Én jellemzően össze szoktam. Mert akkor hirtelen ugye leszállítod a lóról az egységeket, azt meg kell próbálni elkerülni. Lovasi jászokkal operálunk. Minden lovasi jászt előre fogok vinni. Nem érdekel az se, hogyha szép lövik őket. Ezt kicsit kegyetlennek hangzik, de hát ez van. Tehát az nagyon fontos, hogy a skirmish módot nyomjátok be, mert ha nem azt nyomjátok be, akkor lehetnek gondok. Megint nem sikerült az összes lovasíjhez behúznom egy kalap alá. Jó, és akkor nagy sereget is összehúzzuk. Megnézzük, mit lehet ebből kihozni. Nem biztos, hogy ez egy jó taktika, amit most követek, de még akár jó is lehet. Nincs több lövedékes. Oké. A közelharci egységeket meg ide hátra felhúzzuk. Az a baj, hogy mindig elállítom valahogy. Mindig sikerül elállítani ezeket a dolgokat. Bocsánat, most mással nem nagyon foglalkozom. Miért nem lőnek ezek amúgy? Ja, lőnek, jó. Ezek? Aha. De ezek számszerű jászok? Hol? Ott jön az enemy. Jó, hát.
elég nagy sereg. Ja, itt támadnak. Támadgatunk. Itt ezek a semmiből dobálnak? Ja nem, valaki lő ide. Ez egy érdekes ütközet. Ki támadta meg a vezért? A másik vezér. Hát, fáradtságos út lesz. Azt kéne csinálni, hogy kivenni egy-két dolgot. És akkor ideállítani fel a sereget. De úgy, hogy így. Na. Oké. Lovasságot összegyűjtjük, a nehéz lovasságot. Azt rakjuk a bal szárnyra, ha engedné persze. Jó. És akkor az... Aha, valaki már meg is futott. Érdekes csata. Ugye itt egyesével minden egységnek kiadni tényleg azt a parancsot, hogy védekezzen normálisan. Szinte lehetetlen. Az a baj, hogy kapják, de mégse eléggé. Jön az a nem ide. Közben mi is felállunk. Az a jó az egészben, hogy azért a lovasság az megtöri a lándzsásokat. Elég könnyen. Tehát a lovasságnak valóban áttörő ereje van. Csatadöntő tényező, magyarul. És még a nehéz lovasságot ugye nem vetettem be. De most be kell sajnos, mert... Jönnek, jönnek itt a... Az erősebb legények. Kifogyunk lőszerből, jól látom. Ja, bejött az erősítés, de... Ez nagyjából azért... Veszélyes lehet. De azért mi is beérkeztünk. Jó. Aha, ott van, ott a vezér, őt kell elkapni. Lovas szárny támadás. Jó, visszavonulunk.
Hát ez most egy ilyen bicikli. Ezen, hogyha áttör az enemy, akkor... Pedig áttörhet, mert lovasságunkat egy kicsit könnyelműen használtuk, de megpróbálunk ezen még javítani. Számszerű játszokon fog sok múlni. Ők mekkora veszteségeket okoznak. Szárnytámadások sikerülnek, akkor jók leszünk. Jók lehetünk, mert itt a szárnyak azért eléggé kezdenek összeállni. Hát ez is egy klasszikus, van olyan csata, amit vagy megnyerünk hátulról, ahogy szoktuk az ilyen Med 2 meg Attilában. Itt az a kérdés, a gyalogság meddig bírja. Szerencsé, hogy itt maradt talomba két lángyás. Meg vissza kell jönnünk, ezeket a lángyásokat hátulról bedolgozni. Talán szerencsénk lesz. Ha a gyalogság ki tud tartani, és nem kapnak több erősítést, akkor akár meg is lehet. Itt a lovassági tömeg az, ami csatadöntő tényező egy ilyen csatában, ha okosan használjuk. Mert a velencei gyalogság az kiváló, sajnos. Itt nem tudom, itt mi történik? Itt van még ellenség? Nincs. Jó, akkor igazából egy tömeges roham hátrafelé. Egy-két egységet azért kiveszünk. A vezéreket most már nem küldöm csak úgy be. Meglátjuk. Itt még valaki futkozott, de az már csak szerintem pár ember. Jó, lovasságot még egyszer visszahívjuk. Úgy látom, hogy azért tőlünk is futnak. Kéne egy dupla vonal. Most a gyalogságot be tudjuk vetni, hál' Isten. Felszabadultak a lovassági rohamoknak köszönhetően. Bár nem túl acélos sajnos ez. Hát igen, így néz ki, amikor összetörik egy szárny, és gyorsan valami keményebb. Ide jók lettek volna most a lángyás kunyaink, de... Őket ugye feloszlattuk, ők egy nagyon gyorsan mozgó elit. De így se lesz ez rossz. Annyi, hogy most a számszerű íjászokat, vagyis a lovas íjászokat kell úgy mozgatni, hogy még kifizetődő legyen. A vezetőt meg bevisszük ide a gyalogságunk mögé. Ugye a nehéz lovassággal, azzal pedig hátulról intézünk egy rohamot. Tudom, hogy most már minden egységünk nagyon fáradt, de ennek így kell lennie.
Nagyon jó. András király ezt a csatát is megnyerte. Én úgy érzem, hogy ez már zsebben van, de még bármi lehet. Kezdenek összetörni. Ú, ez is zsoldos volt, nem? Na és most futnak. És ilyenkor van az, hogy vége. De mi azért leüldözzük őket. Bár a gyalogságot azt hagyjuk. Pihenni. És akkor még egy utolsó nagy lovas roham. Mindenki, akire rá lehet szabadulni, arra rá szabadulni. Hát ilyen egy nagy csata az Attilában. Végül is nem hosszú, de szerintem izgalmas, és nagyjából látható, hogy hardon hogy kell megnyerni egy csatát. És szépek a hullahegyeink, bár a vér sajnos kevésbé látszik. Hú, ezek az egységek honnan keveredtek ide? Ezek még csak most jönnek a csatába. Ugye minél nagyobb veszteség okozása a cél. Jó, jó ez. Jó csata. Szeretem az ilyen gyilkos kézitusát. És úgyhogy látjátok, továbbra is azt mondom nektek, hogy nem kellenek zászlók, illetve minden egységet egyesével vezérelni. Nem, tudni kell. Tudni kell, melyik csapat mire jó. Hol állja meg a helyét, hol nem állja meg a helyét. Egy vezér nem lehet ott mindenhol. Ugye itt úgy konkrétan nincsen lemodellezve, hogy hogy dönt egy egység egy adott taktikai szituációban. De valamennyire a játékosnak kell ezt az úgynevezett szerepjátékfaktort belevinnie. Én ezt már rengetegszer elmondtam, hogy a szerepjátéknak pont ez a lényege, hogy nem hagyod magadra erőltetni egy játék metáját, meg alapvetéseit, hanem úgy játszol, ahogy szerinted kell. Ahogy sokkal élvezetesebb úgy játszani, hogy jó, persze mondhatják erre azt az emberek, hogy megtizedeltek, például a lovasi jászaimat megtizedelték. Na igen, de igazából három sereget győztem le. Tehát négyezer embert öltem meg 2300 veszteséggel. Ez valahol ez egy nagyon jó szám. Főleg egy ilyen hard gameplayben. És ami nekem a szörnyű, hogy azért játszom így a csatákat, mert ilyen az AI. Tehát valahol ez is egy metázás, ha azt veszik. De én ezt már nagyon régóta így játszom, tehát tudjátok nagyon jól, hogy én már az első rómban is így játszottam. És most jönni fog a fullos seregeivel szerintem Velence. Ugye itt most még egy lehetőségem van, ugye Sredetszet megtámadni, de ott van még egy elég jó feltöltött sereg. Úgyhogy igazából itt megint az történt, hogy majd nem fogom tudni ezt a győzelmet kihasználni. Ez egy governor. A governoroknak mindig a befolyást érdemes növelni, meg a gazdaság, meg értelemszerűen az adó bevételeket. Okay. Na, nézzük meg, hogy akkor Velence erre a vereségre mit reagál. Gyanítom, hogy vissza fog vonulni a városaiba, és újra kezdi építeni a seregeket, szóval ez egy ilyen adok-kapok lesz, ennyi, így van. Igen, de viszont most ez a két sereg, ez szépen be tudja tenni a lábát ebbe a városba. Kérdés, hogy megéri-e nekünk ez, ugye? Bár-e? Nem valószínű, de megteszünk mindent, amit csak lehet.
Igen, itt már szinte teljesen ki vagyunk fogyva. Most már mind a két sereg, ez most már szinte teljesen, úgyhogy megyünk ostromolni. Aha, erről beszéltem. Tehát esélyünk nincs. Úgyhogy vissza is vonulunk. Ezt a sereget visszaküldjük. Meg ezt a sereget is visszaküldjük. Csak most ide küldjük. És jövünk a kémmel. És ez még egy kört fog igénybe venni. Szerintem ez nem sikerült, ez a misszió. Agent activity, failure, critical, failure, meg is halt. Jó, ennyi. Tehát ezért nem szoktam kémeket alkalmazni. Az Attilában meg pláne. Semmi értelme. Bukod a pénzt, utána bukod az ügynököt. És igazából itt azt hiszem meg is halt akkor, ugye? Nem, csak sebesült. Jó. Hála Isten. Na, szóval ennyi lenne. Még egy kört azért lepörgetünk. Nézzük meg, hogy mit reagál ezekre a dolgokra. Ugye az utánpótlásunk teljesen elfogyott. Erre nagyon kell figyelni. Ugye a velencei seregek, és támad. Vissza kell vonulnunk. És támadni fog. Nem. Ez nagy mák most. Viszont ezzel meg tudom azt csinálni. Csak ugye, hogyha Bizánc is beszállna, akkor igazából teljesen végem lenne. Hát Velencével jó lenne békét kötni. Nem tudom, hogy ezek a vereségek mennyire befolyásolják majd az ő békekötési motivációjukat, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak szebben. Ugye a csata alatt nem nagyon tudtam érdemben mit hozzátenni ehhez a részhez. Jó, és ugye nézzétek, teljesen elfogyott az utánpótlás, úgyhogy vissza kell érnünk, és szerintem nem kaptuk vissza az utánpótlást, úgyhogy ez a sereg ez majdnem meg is semmisült ebben a nagy győzelembe. Úgyhogy, hogyha ezt a modpakkot használjátok, ígérem, hogy be fogom mutatni részletesebben, akkor mindenképp figyeljetek erre. Itt is csökken, látjátok? 17. A tél csökkenti a legjobban. Ezt a sereget ezt visszaküldjük Erdélybe. Erdély lassan fel fog épülni a nagy csatákból, úgyhogy be fogja tölteni azt a szerepét, hogy... Aha, látjátok, már vesztünk is. Itt már teljesen kifogytunk. Na megvárjuk azért a következő kört, hogy tudom újraállítani ezt az utánpótlást, mert ez még nekem is új. Viszont annyi, hogy kezdjük el a befolyásunkat szerintem kiterjeszteni. Próbáljuk meg. Pénz most egyelőre nem kell, befolyás kell. Megnézzük, hogyha minden egyes karakternél beállítom, mennyi befolyást tudunk szerezni. 50 fölött érdemes, azt mondtam, ugye? Hát meglátjuk most a következő körben. Majd a tisztségekre is gondot kell fordítani, nem lehet úgy hagyni a karaktereket, hogy nincsenek kinevezve, mert akkor hűségük elkezd csökkenni. Jó, hát Velence száját elkentük, tehát az első élét ezeknek a nagy támadásainak elvettük. Most az a kérdés, hogy mi hogy tudunk egy olyan rendszert kiépíteni, ami biztosítja számunkra, hát vagy a déli határvédelmet stabilan, mondjuk Velencével egy béke, vagy Velencének ezek a területeinek a megszerzése. Jó, igazából itt látom, hogy akkor sikerült egy kétfrontos háborút indítani, mert a horvátok sikeresen... A horvátok... Miért nem tudok bemenni ebbe a városba? Az baj. De az nagyon nagy baj. Tehát az, hogy saját... Mi történt? Ja, igen. Ugye, ameddig nincsenek kiadva, vagy nem nézed meg az üzeneteket, addig nem tudsz belépni a városba. Na, itt van. Power abuse. Hát szerezzünk kontrollt. Oké. Control-4. Control-4. 42-es power. Plusz 6. 45%. Plusz 6.
Na, mindjárt nézzük, mennyi nálunk. Jó. Hát igen, és ugye az a baj, hogy magasak az adók. Magasak az adók, csökken a morál. Kell növelni a morált. Hát ez egy összetett rendszer. De hát növeljük a morált, kérem. Márk, rank. Mi, ennyi márk van? Az komoly. Ezek mind a kormányzóim. Public order-re rámegyünk, mert látom, hogy nem jó irányba haladnak a dolgok. Hát meg az adóra is rá kell menni, minél több adónk legyen. Oké, na, nagyjából jók vagyunk. Ezt a sereget kéne még valahogy gatyába szedni. Jó, na nézzük. Igen, és a szupli ugye egyből. Egyből belépsz a városba, felugrik 100-ra. Ez valahol így van rendjén. Bár én azért nem így oldottam volna ezt meg, de ez már csak szőrszálhasogatás. Erre mondtam ugye a videó elején, hogy nincsen tökéletes számmód. Továbbra is próbálkozunk a Starfire küldetésekkel, mert máshogy nem tudok tapasztalatot adni az ügynöknek, csak ne halljon meg. Látom, itt most valami jobban sikerült talán. Aha, most csak sima failure lett, jó. Bertók is kapott képességeket, ő is valószínű governor lesz. Hát, ugye ilyen tök fölösleges képességek. Ugye itt érdemes ilyenkor átnézni, mindig mielőtt mentek, hogy viszonylag jól állok. Annyi, hogyha felemelem most én az adókat maxra, akkor ugye mindenhol csökken, kivéve ugye Havasalföldön, meg Szmírnában, mert ugye ott hatalmas seregek állomásoznak és fenntartják a rendet. De ugye nézzétek meg, hogy dupláztam. Tehát ezzel dupláztam az adóbevételeket, úgyhogy egy körig meg fogom tenni. Utána megpróbálunk Velencével egy békét kierőszakolni, most már látom vesztett területeket is, úgyhogy lehet, hogy belemegy. De nem megy bele. Hát nézzük. Aha, nem. Pedig most már nem áll, nem túl jól áll. Tehát ugye most már azért már csak három területe van. Úgyhogy ha jól látom, még itt a Velencét is elfoglalták a svédek. Micsoda? Hát igen. Veronát és Velencét a svédek foglalták el. Azért flangál itt az a svéd sereg. Hát ennyit a történelmi hűségről. Na, szóval támadni kell. Tehát itt már nincs mese. Gyorsan fel kell tölteni ezt a sereget és vissza kell támadni. Hát a gyorsaságról annyit, hogy nem valószínű, hogy gyorsan össze fog jönni. Ami biztos, hogy ez a lovasíjász taktika, ez kifizetődő. De én azt gondolom, hogy ide most egy íjász kell, így és ennyi. Oké. Ebbe a seregbe pedig, hát nem tudok nagyon mit tenni, rakok két székelyt. És akkor nagyjából ennyi, én itt ezt menteném, ezt a részt. És akkor majd innen fogom folytatni ezt a kampányomat. Valaki úgy is mondta, hogy milyen jó lenne egy kampány, egy végigjátszás. Hát itt hívjuk végigjátszásnak, valószínűleg nem fogjátok látni az egészet, mert általában én ezeket meg szoktam unni. Amikor beindul a gőzhenger, amikor átveszem az irányítást, így nagyjából egy adott kontinens, egy sokkal nagyobb régiója felett, tehát már itt tényleg azt mondom, hogy ilyen 15-20 tartománnyal, ott már csak tényleg a logisztika számít, akkor én onnantól el szoktam engedni a kampányokat, nagyon ritka, hogy végigjátszom, de ez csak az én szegénységem. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!